Gere Ádám közgazdász, matematikus mérnök a vendégünk. Jó reggelt kívánok! A témánk pedig az, hogy kell-e olimpia egyáltalán Budapestnek, illetve Magyarországnak. Ma este fognak erről egyébként majd vitatkozni, és a vita indítót tartja ebben a témában. Tehát nyilván... Én nem tudtam, de... Én a programban olvastam, akkor jó, hogy most mondom. Akkor jó, akkor tényleg akkor ezt meg kéne gondolnom, hogy akkor mit mondok. Nem lesz népszerű, amit mondok, akár én vitaindítóként, akár hozzászólóként fogok a dologban szerepelni, ugyanis én nem gondolok erről népszerű dolgokat, és hát én hajlandó vagyok ebbe a dolgot elvállalni, nem azért mondom, amit mondok, hogy népszerű legyek. Úgyhogy... Hát mi se azért hívtuk, hogy népszerű legyen, úgyhogy akkor elindíthatja itt nálunk is a vitát. Igen. Feltételezem abból, amit most mondod, hogy nem szeretné, hogy olimpia legyen Magyarországon. Igen, és még ez oda tartozik az is, hogy én ugye fele életemben budapesti lakos, másik fele életemben bostoni lakos vagyok, és Boston is pályázik, és én Bostonba se szeretném. Hogy olimpia legyen. Tehát, hogy nem arról van szó pusztán ön szerint, ami sokan mondanak, hogy Magyarország nincs abban a helyzetben, hogy olimpiát vállaljon, hanem azt akarja mondani, hogy az olimpia úgy, ahogy van, egy marhasság, és senkinek, még az Egyesült Államoknak sem kéne. Én nem azt mondtam, hogy az olimpia marhasság, nem azt mondtam, hogy, hogy általában az embereknek a nemes vetélkedése, a világbéke, a sportnevelő hatása, ez marhasság, ez nem marhasság, ez egy nagyon jó dolog, de abban a formában, a 20. század eleje óta csinálják az olimpiát, az rettentő hipokratikus, tehát álszent, és a gazdaságilag nevetséges, bele van építve a szervezésbe egy csomó korrupció, abóvó korrupció, tehát ez a circus maximus, vagy a circus maximus, amit csinálnak a olimpiából, futball VB-ből a világon, az egy, az emberiség számára egy nagyon káros jelenség. És ezt a nagyon káros jelenséget propagálta, hozná el Budapestre. Na most, hogy Budapesten miért nem kéne, persze, benne van Magyarország, benne van a magyar korrupció, benne van a magyar viszonyok, amitől itt még hatványozottabban nem kéne, de általában az igaz, hogy szerintem az olimpia, mint intézmény, abban a formában, ahogy ez most itt létezik, az káros. Na de ezen túl, hogyha minden igaz, egy kicsit más formában létezne, mint ahogy eddig létezett, hiszen erről szól ez az Agenda 220 2020-as program, ami pont azokat a bírálatokat próbálja számításba venni, amelyeket az előbb részben meg is fogalmazott. Ugye eddig hihetetlen pénzeket, óriási korrupcióval költöttek el olyan létesítmények felépítésére, amelyeket nagyrészt utána az adott városban nem tudtak használni, és hosszan lehetne még mondani, hogy milyen gondok voltak. Most viszont hatékonyabb, költségtakarékosabb, fenntarthatóbb olimpiák szervezésére nyílik meg a lehetőség, és ez a fő érv a budapesti indulás mellett is, hogy ennek az új koncepciónak az alapján már annyira takarékosan ki lehet hozni egy olimpiát, hogy nem is kellene a létesítmények nagy részét itt Magyarországon megépíteni, amit igen, aztnak is a nagy részét visszabonthatóan, vagy utólag hasznosíthatóan, és van egy háttértanulmány, ami erről szól, vagy egy hatástanulmány, egy gazdasági számítás, ami azt mutatja ki, hogy még körülbelül kevesebb, mint 800 milliárd forintba kerülne az új takarékos, költséghatékony feltételek alapján az olimpia megrendezése, 3000 milliárd forint hasznot hozna mindannyiunknak. Minden olimpia, hát ugye kezdjük azzal, hogy ez a 800 milliárd, ez mennyi, ez kb. 3 milliárd dollárnál valamivel több. Ugye, tehát ez körülbelül abban a nagyságrendben esik, amiben nagyon sok olimpiát terveztek eddig is. Tehát nem, igazából ebben olyan nagyon nagy változást nem hozott. Hát mondjuk Szocsihoz képest, Londonhoz képest. Hát London is körülbelül azzal indult el, hogy 4 milliárd dollárba kihozzák a dolgot. Na de ez szokott lenni mindig az egyik érv, hogy hogyan elszálltak mindenhol a költségek. Most elvileg az új 2020-as programmal nem szállhatnának el annyira a költségek. Én nem tudom, hogy miért nem szállhatnának el, amikor a hatástanulmányt, amit végeztek, ez körülbelül ugyanazzal a metodikával végezték, ugyanazzal az input-output modellel, tehát ugyanazzal a gazdasági modellel végezték a hatástanulmányokat. Most a PwC, meg a KPMG is, mint amivel az előző olimpián végezték a hatástanulmányokat. És érdekes módon az előző olimpiáknál mindig az ex post, tehát az olimpia utáni vizsgálata a dolognak, az nagyon rettenetesen rácáfolta arra, ami a várakozás volt. De erre ugye mindig azon az alapvető tényen, alapvető gazdasági problémán, amit a közgazdászok úgy fogalmaznak meg, hogy agency probléma, tehát a tulajdonos és a
a tulajdonos nevébe eljáró menedzsment között feszül, ami létrehozza ezek, ami létrehozta tulajdonképpen az eddigi olimpián is ezeket, most hívjuk őket bukásnak, azt, azon semmit nem változtatott ez az új koncepció. Ez a probléma egyébként abból áll, hogy ugye van a tulajdonos, jelen esetben egy város, és van a szervezőbizottság. A szervezőbizottságnak az az érdeke, hogy legyen olimpia. Kiből szerveződik a szervezőbizottság? Biztosított társaságokból, építési társaságokból, bankokból, ezeknek mind ügyvédekből, ezeknek mind rendkívül jó üzlet egy olimpia. Ezeknek ők egyéni hasznot remélnek az olimpiától, és húznak is belőle. Ki fizeti a költségeket? A principal, a tulajdonos, magyarán mondva a város. Na most e között lévő feszültség, ami közgazdasági irodalma kötet számra írnak erről a feszültségről, ezt nem változtatta meg ez az új koncepció. Ugye azt mondja ez a hatástanulmány is, hogy az olimpia gazdasági hatásait úgy kell elképzeljük, mint befektetések generálása, gazdasági növekedés, munkahelyteremtés, turizmus, lakosság és vállalati többletbevételek, és van a számításnak egy olyan része is, hogy a háztartások is mennyit kereshetnek ezen, körülbelül 1000 milliárd forint. Ez minden gazdasági, minden hatástanulmány eddig, amik volt az olimpiákkal kapcsolatban, meg futballvilágbajnoksággal kapcsolatban, pontosan ugyanezt mutatta ki, soha nem volt igaz. A turizmus például általában esik érdekes módon, nem különösen érdekes módon, nagyon érthető módon esik egyébként, mert az a turista, aki oda menne, a, mondjuk Barcelonában, vagy Budapestre jönne ebben az időszakban, most ő nem fog oda menni, mert nem bírja a tömeget, nem szereti ezt. Hát, na de ha tömeg van, amitől valaki elriadhat, akkor még se eshet összességében. De általában ez a tömeg nem szokott, például a hotel éjszakákban eltöltődben nem szokott jelentkezni. Ezek általában vissza szoktak esni. Pont arról szokott szó lenni, Magyarországgal kapcsolatban is, erről is vannak számítások, hogy mennyivel több hotelszobát kell létesíteni. Jó, de ez egy input output modell alapján csinálják. Tehát ezt. Arra néhány hétre azért ezt, biztos, hogy valóban arra néhány hétre Barcelonában is visszaestek a hotelfoglalások. Majdnem mindenütt visszaestek a hotelfoglalások, mert visszamegy, megnézi. Soha nem érték el még a 60-70%-át se annak a várakozásnak, amit a hotel szobák újjáépítésével megvalósítottak. Mi a helyzet azzal, amit kampányban, imázsban, országmarketingben jelenthet egy olimpia? Tehát, hogyha az egész világ ide figyel, és mondjuk Budapest bár kedvelt úti cél, de nem, nincs annyira rajta a térképen, mint például Barcelona, lehet, hogy utána sokan azért gondolnák azt, hogy tényleg ide egyszer szívesen elmennék, mert hogy látták a tévében heteken keresztül, hogy mi történik Budapesten. Ilyen hatása olimpiának általában nem volt. Most, vagy most nem Budapestet vegyük, pedig vegyük Londont. London akkor jut eszükbe az embereknek, amikor... Hogy, London is más helyzetben van, ilyen szempontból, mint Budapest, ahogy Barcelonára is mondtam. Az egy külön eset a barcelonai dolog, egyébként az se olyan rózsás ott a kép a Barcelona kapcsolatban, mint ahogy el szokták mondani, és az ott van egy egybeesése az Európai Unióval való belépéssel, tehát ez egy, Barcelona az egy külön eset, és mint ahogy Atlanta is egy külön eset. De az, hogy a turizmus megnövekedett volna az olimpia hatására, ezt senki soha az életben még nem tudta kimutatni. Valóban utána végzett tanulmányokról, amikor adatok birtokában. Milyen hatása lehet a város életére egy ilyen pályázat beadásának, meg az előkészület? Hát az előkészület ugye ez a következőképpen néz ki a dolog, és azt hiszem, hogy itt van egyébként a kutya elásva. Ugye azzal kezdődik a dolog, hogy be kell fizetni 150 ezer dollárt a pályázásért magáért, hogy beadtassuk a pályázatot. Na most tegyük fel, utána rákerülünk a rövid listára. Az akkor belekerül 500 000 dollárba, amit megint be kell fizetni. Tehát ez a belépő. Utána a következő lépés, hogy el tudunk kezdeni pénzt költeni, hogyha a rövid listán bajta vagyunk, akkor ugye el lehet kezdeni azzal foglalkozni, hogy felveszünk konzultásokat, hogy csinálják ezt a szép színes brosúrákat, el kell utazni, meg kell látogatni ezeket a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a tagjait. Azt akarja mondani, hogy ez egész arról szól, hogy a pályázás folyamata alatt néhány tűzhöz közeli kiválasztott jól élhessen, hát ez nyilván is része, de mondjuk ez a pályázás önmagában az nem azért nem akkora. Ez egy pár milliárd forintot az is elemésztene, mondjuk lehetne belőle WC-papírt lenni a kórházakban, de felejtsük ezt el, most csak tehát már önmagában a pályázással a politikai céljai vannak nyilvánvalóan. Ugye itt kezdenek beszélni arról, hogy nemzeti összefogás valamiért. Tehát most ezért akar a nemzet összefogni, hogy a fiúk nagyokat rúgjanak a labdába. Hát még a szocialista fővárosi
képviselő Horváth Csaba is megszavazta azt, hogy legyen olimpia, és azt lelke mondta, rajta. Azzal indokolt, hogy ez egy legalább egy olyan alkalom, azon kevesek közé tartozik az, amikor emelkedett hangon beszélhetünk, és közösen merhetünk álmodni. Hát, ez nem számít? Számít, hát hogyha ők menjenek közösen álmodni, én nem tudom, hogyha tényleg Magyarországnak nagyon sokáig ezek lesznek a közös álmai, akkor olyan nagyon nagy jövője ezelőtt az ország előtt nincsen. Hogyha ilyenek a közös álmai, mi lenne, hogyha ezt azt álmodnánk, hogy emeljük fel mondjuk 20%-kal a PISA-i teljesítményét a diákoknak, vagy mi lenne ezzel az állammal, mi lenne azzal az állammal, hogyha azt mondanánk, hogy legyen Magyarország vagy Budapest egy high-tech centrum, ide járjanak az emberek matematikát, fizikát tanulni. Milyen álmaink lennének? Ezek olyan álmok lennék, amit érdemel. Ezek egy matematikus álmai. Nem egy matematikus álmai, ezek azt hiszem minden józan embernek az álma, aki tényleg valami jót akart, akit érdekel, és az ország sorsa mi lesz. Mi lenne, hogyha az lenne az álma, hogyha például azokat a dolgokat, amiket most csinálunk ezekkel a bevándorlókkal, nem azt álmodnánk, hogy hogyan fogjuk ki őket, hanem azt álmodnánk, hogy bejönnek, tanítsuk meg őket, magyarul éljenek itt. Mind a 60 ezeren? Akár mind a 60 ezeren, mert 60 ezer nem olyan sok. Hát az 60 ezeren jöttek eddig csak ide. Mi lenne, hogyha ide jönnének, és ebből legalább meg tudnánk fogni egyből a 60 ezerből, hogyha szerencsések vagyunk mondjuk egy 10 ezeret, megtanítjuk őket magyarul, vállalkozzanak, versenyezzenek a magyar emberekkel a munkahelyekért, legyen verseny minden munkahelyen. Hát erről lenne szép egy nemzeti konzultációt tartani, hogy mire költsünk sok milliárd forintot arra, hogy megtanítsuk a bevándorlókat magyarul, vagy arra, hogy olimpiát elvezünk. Például. Köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét.